az utókor kiről? A doktor Buborról. Nem volt számomra ismeretlen ez a rajzfilm, hiszen amikor még én voltam kisebb, még akkor is a tévén nagyon-nagyon sokszor adta és lejátszotta, és még akkor nekem is a kedvenceim közé tartozott. A doktor Buborról. A rajzfilmből készült egy musical, ami a rajzfilm több epizódját foglalja össze, és ezekben elhangzó zenék kerültek bele a musicalbe. És aztán a Sebesi Tomi ezt Roxy házas köntösbe öltözteti, és mindig nagyon jó ízzel nyúl hozzá a zenékhez, nagyon izgalmas zenei fúziókat dolgoz ki. Nagyon sok szereplőn maszk van, ami a rajzfilmre hasonlít. Természetesen azok a klasszikus szófordulatok, azok a karakterek, amelyek egyértelműen a Dr. Buborra jellemzőek, azok a mi előadásunkban is szerepelnek. És szerintem, amikor egy ilyen elemet beemelünk a történetbe, illetve a darabba, hogy akár tényleg a szereplő oda megy a közönséghez, szerintem hirtelen a felnőttek is gyerekké válnak ismét. Madaraknak fogsor, diktál a beteg, írja a doktor, beszél majd az utókor, kiről? A doktor Buborról. Köhög a harcsa, reumás, a mókus, nem segíthet rajta, csak a pszichológus, beszél majd az utókor, kiről? A doktor Buborról. Beszél majd az utókor.